Én nézzük meg az Alkotmánybíróság hozott két határozatot, Kóta határozat 2016-ban és 2021-ben pedig, ami kimondta, hogy a nemzeti identitás, az állami egység és területi egység az sérthetetlen, és ebben az uniós jobb primátusa nem érvényesül. Tehát, ha mi a Migrációs paktumot elfogadnánk és azt mondjuk, hogy teljes jogharmonizáció mindenben megfelelünk Brüsszelnek a magyar törvényekben, akkor a saját alkotmányos identitásunknak a saját alaptörvényünknek mondanánk ellen, és akkor innentől gyakorlatilag elkezdhetjük felszámolni az ország létezését. Pontosan tudja, hogy a határkerítés minden magyar embernek, még a baloldali szavazók jelentős részének is a szívek közepe. Mert mindenki, aki gondolkodik, azt tudja, hogy, hogy enélkül már rég dráma lenne, és ez, ez nem. Nem a béke szigete lenne ez az ország, hanem ugyanilyen késelések lennének, mint Németországban minden. Ezért aztán persze beszél ö, mindenkihez, meg, meg úgy csinál, mintha, Aha. de aztán elmondja annak a szöges ellenkezőjét, ö, amit egyébként a határkerítés jelent. A tojástáncnak vége, tehát itt most a kemény politizálás időszaka jön el, ez az influencerkedés, ez eddig tartott a mézeseteknek is vége, most a fővárosban is politizálni kell, majd meg az Európai Unióban is. Hát látjuk az Európai Unióban, hogy kezd el politizálni, amit már megszoktunk a DK-tól.